Ha tehetném, le sem szállnék a nyerekből. Ezt mondta nekünk Katona Imre, aki a város sport életében jelentős szerepet vállal, emellett pedig karitatív tevékenysége is jelentős, ezért Hajdúszoboszlóváros képviselő testülete Hüse Károly díjjal ismerte el áldozatos munkáját. Hüse Károly díj Hajdúszoboszlóváros sportjáért Katona Imre úrnak. Katona Imre egy különleges sportág versenyzője. Tőzsgyökeres hajdúszoboszlói család gyermekeként állattenyésztőnek tanult, később váltott az építőiparba, de mindennapjait meghatározza az állatok szeretete. Gyermekkorában többféle sportágat kipróbált, 3 éves korától lovagol. 15 éve vette meg első saját lovát. 4 éve westernlovas, versenyez. A Cutting elnevezésű versenyszámban 2-szeres magyar bajnok, tavaly a németországi Kreuzban Európa bajnok címet szerzett. Egyik életelve szerint a sikeres nagyvállalkozásoknak támogatniuk kell a rászorulókat. Több mint egy évtizede folytat jelentős karitatív tevékenységet, sportszervezeteket is támogat. Egyik kollégája javaslatára ő alapította néhány éve a HSE 2 hajdúszoboszlói futballcsapatot. Hajdúszoboszló város képviselőtestülete Katona Imre nemzetközi és hazai sporteredményeit és példaértékű a sportokat is támogató karitatív tevékenységét ismeri el a Hüse Károly díjjal. Az már hamar kiderült, ha jól tudom, hogy ön szereti az állatokat, hiszen már gyerekkorában állattenyésztőnek tanult. Igen, tanulmányaimat állattenyésztőként kezdtem, és az állattenyésztés után keveredtem az építőiparban, de gyakorlatilag az állat szeretete az 3 éves koromtól elkísért. 3 éves koromtól már lovak mellett voltam, édesapám a Búzakarász TSZ-t Hajdúszoboszlón ott dolgozott, és lehetőségem volt a Búzakarász TSZ-nek a lovardájában kvázi felnőni a lovak mellett. 3 éves koromtól minden nyaramat, minden időmet lovak mellett töltöttem. Ha valaki lovak között nő fel, könnyen ebben az irányban éli majd később is az életét, vele is ez történt. Ebben a lovardában bérlovagoltatással foglalkoztak, és egy 20-25 olyan ló volt, aki ibuszlónak hívták, akikkel lovagoltattak. És gyakorlatilag már reggel korán kint voltunk, takarítottunk, nyergeltünk, lovagoltattunk, almoztunk, etettünk, és volt lehetőség, hogy picit a nap végén a fáradt lovakra felülve tanultunk. De azért ez gyerekként nem lehetett egyszerű, hiszen azért elég komoly fizikai munka, ezt ugyanígy élték meg kemény munkaként? Abszolút nem. Gyerekként ezek nem munkának, hanem szórakozásnak éreztük, és igazából szerettük ezt csinálni, és sosem volt ez munka jellegű. Ez gyakorlatilag észre sem vettük, sőt mindig azon várkodtuk, hogy nagyon hamar vége lett a napnak. Gyerekkorában többféle sportágat kipróbált, a lovaglás mellett döntött. 15 éve vásárolta meg első lovát. Számos versenyeredménye van, 24 órában dolgozik. Mint mondja, fedeles lovarda nélkül nagyon nehéz minőségi munkát végezni. Az időjárás viszontagságai azok nem teszik lehetővé, hogy 300 napot vagy 365 napot dolgozzunk, hiszen minden nap dolgozunk a lovakkal. És egy fedeles lovardának a lehetősége az megnyit olyan kapukat, hogy akár később tudunk, napnyugta után tudunk dolgozni, ha esik az eső, tudunk dolgozni, ha fúj a szél, tudunk dolgozni. És igazából a verseny felkészülésnek a nagy részét itt ezekben a fedeles lovardákban végezzük. 4 éve western lovas, azoknak, akik nincsenek benne ebben a témában, mert nem jártosak ezen a területen, mit jelent ez a kifejezés? A western gyakorlatilag a lovas sportnak azon szakága, ami Amerikából indult. A western szakágaknak túlnyomó része igazából a munkából alakult ki. Ugye a western lovasok, azok túlnyomó részt igazából a dolgozó, lovakkal dolgozó, lovakkal együtt dolgozó lovasoknak egy szabadidő kikapcsolódása volt. A western, mint Amerikából ideérkező sportág, azt gondolom Magyarországon még nagyon gyerekcipőben van, rengeteg válfaja van, cutting, reining, barrel,
Tehát sok-sok olyan, ami szinte abszolút különbözik. Van, ami marhával foglalkozik, van, amihez csapatjáték, és van, ami marha nélkül is egyéni számok. Mi ebből, vagy én ebből a cutting szakágat. Azt tetszett meg, hogy a marháink vannak, igazából a marhás munka, és azon belül a marhás munkákból, vagy a marhás szakágakból a cutting, ami szerintem az egyik legnehezebb, hiszen úgy megtanítani a lovat, hogy dolgozzon, anélkül, hogy kész segítséget vagy szál segítséget kap egy másik állattal együtt, az egy nagyon-nagyon nehéz dolog. Gyakorlatilag az irányítás, amikor már a verseny folyamán bent van az ember, és csak a marhával szemben áll a kiválasztás után, ez szár nélkül nem egy egyszerű dolog, egy gyors marhával szemben. Igazából három különböző élőlény gondolkodását próbáljuk egyetlen egy mozgássá alakítani, hiszen nekem van egy külön gondolatom a lónak és a marhának. És az, hogy ez összekapcsolódva egy ugyanazon mozgást végezzen, ez adja talán a legnagyobb nehézségét, azt gondolom, ennek az ágnak, szakágnak. Karrierje során ön sokat versenyzett, mik a legjelentősebb sporteredményei? A Western szakágnak ezen az ágában, a cuttingban én igazából négy éve érkeztem be, Szalontai Zoltán Sheriff barátom révén, ő mérgezett meg ezzel a szakággal, és őtől vettem meg az első lovamat. Két évvel ezelőtt, 15 és 16-ban magyar bajnok lettem, tavaly évben Európa bajnok, az idei évben pedig Amerikában egy több száz versenyző között sikerült harmadik helyezettet nyernem az itt mellettem lévő lóval, akit kint vásároltam szintén Amerikában. Talán ez ugye ennek a hazája és a bölcsője az Amerika. És amikor elmegy az ember oda, ahol ezt több száz éve űzik, és mondjuk sportszerűen is több mint 100 éve, és ott sikerül harmadiknak lenni a hazájában, az egy jó érzés, az egy nagyon-nagyon jó érzés. Gyakorlatilag a cutting fellegvára és szentélye az a V. Rogers Arena Amerika, Fort Worth, Texas, és ott sikerült egy világversenyen harmadiknak lennem. Ez volt az eddigi legfelemelőbb érzés, és ezt tartom a legfontosabb eredmény ennek a többszörös derbi győzelem mellett. Jelentős a karitatív tevékenysége is, hiszen sportszervezeteket is támogat. Ezt miért tartja fontosnak? Én úgy gondolom, hogy azok a vállalkozók, és azok az emberek, legfőképp vállalkozók, akik ezt megtehetik, mert eredményesen gazdálkodnak, kötelességük segíteni és támogatni a rászorulókat. Mi ezt azt gondolom akkor is megtettük, amikor igazából nem volt pozitív évünk, de az előző évekből kifolyólag tudtunk jól tovább működni, akkor is segítettük különböző segélyszervezeteket, embereket, rászorulókat, különböző sport csapatokat. Igazából nem is tudom, hogy összességében hány embert és szervezetet támogatunk a segélyszervezeteken. Minden évben 25 családnak segítünk karácsonykor étellel, különböző ételekkel, ajándékokkal, minden évben, minden hónapban támogatunk több segélyszervezetet és rászoruló embereket, akár egyéni embereket is, akik olyan helyzetbe kerültek. Én azt gondolom, hogy mindenkinek kötelessége, és én mindenkit affelé hajtok, hogy igenis annak mértékének megfelelően, ahogyan az eredményessége adja, legyen ez kisebb mértékben, vagy nagyobb mértékben, de kutya kötelessége mindenkinek ezt utat választani és folytatni. Hiszen ha mi nem, akkor kitámogatja azokat az embereket, akik rászorulnak. Tudását továbbfejleszteni, versenyeken szerzett tapasztalatait pedig szintén bővíteni. Tervei szerint több lovat Amerikában képez majd. Szeretnék egy saját rendszert építeni, ahová ki is akarunk költözni. Ez a terület megvan, most építjük. Szeretnék egy picit nagyobb cutting centrumot építeni. Nagyon gyerekcipőben van ez Magyarországon, egész Európában. És szeretném, hogyha többen bejönnének ebben a cutting világába. Ezen dolgozunk a barátaimmal, a sporttársaimmal. Ehhez egy olyan centrumot szeretnénk kialakítani, ahol egy komoly létesítményben mind a lovaknak, mind az esetleg szintén a cutting világába beérkező fiataloknak lehetősége van arra, hogy egy komolyabb szinten dolgozzunk. Mellette egy picit rehabilitációs céllal is építjük ezt a,
ezt a központot, rengeteg sérült ló van, sportból kikerülő sérült ló, őket szeretnénk egy picit rehabilitálni és visszavezetni a sportba. Ennek a legnagyobb célom most és a legnagyobb feladatunk ennek a centrumnak a felépítése, ez itt Szobosztó mellett fog felépülni. Ezen dolgozunk, és gyakorlatilag, hát emellett, ha csak a sportról beszélünk, akkor szeretnénk még visszamenni Amerikába is egy jó pár világversenyen részt venni. Most a legközelebbi cél az Lyon. Lyon ez október 30, november 4, ez Európa legnagyobb versenye, ez egy Európa kupa, ez egy Európa, európai, egy európai verseny, ahol azt gondolom egész Európa összes cutting lovasa ott van. Igazából ez egy equita, tehát nem csak a western szakák, hanem az ugró sport és mindenféle lovasport jelen lesz. Több mint 800 ló lesz, és több mint egy hétig tart. Ez egy nagyon nagy esemény, több ezer ember szokott ott lenni. De ezen belül a cutting szintén képviselteti magát, és Európa legkomolyabb versenye azt gondolom, hogy az Lyon. Ez október 30, erre készülök két lóval. Legszívesebben le sem szállna a nyerekből, ahogy fogalmazott, neki tényleg ez az élete. Eddigi elismeréseihez gratulálunk, a közelgő lyoni versenyhez pedig sok sikert kívánunk.